Kedves barátaim, a 123-as lap alján fogunk indulni, innen fogunk kezdeni. Mindenki sok szeretettel köszöntök, szervusz Krisztián, Mária, Edit. Nézzük, hogy miről is van szó. A tegnap tanult Brájtában a következő került említésre. Hiniach lem a viem paramuch keresum keresbe jel a chérim, és a hajsza rajja be afar be jolda, be chér nőltöbb a pi snáim. Arra volt szó, hogy a mit jelent az elsőszülöttnek a öröklés dupla adagja, hogyan örököl dupla adagot az elsőszülött. És ennek kapcsán szó volt arról, hogy azokat a értéknövekedéseket, amelyek maguktól álltak be az örökségben, az apa halála és az örökség szétosztása között, azokat az örökség értéknövekedéseket ugyancsak az elsőszülötti dupla adag logikája szerint osztjuk szét, nem így azt az értéknövekedést, ami a testvérek valamilyen fajta munkája vagy befektetése révén jött létre. És ennek kapcsán Brájta azt mondta, hogy niáklam a vien paramuch keresumus keresbe lehelyén, hogyha a papa a halálakor hátrahagyott mondjuk egy tehenet, amelyik éppen bérbe volt adva valaki másnak, oly is a hajszor nagyobb áfor, vagy ez a tehén, ez éppen önállóan legelészett a legelőn, jalda, és szült, ellett. Tehát itt egy olyan értéknövekedésről van szó, ami magától jött létre, és nem kapcsolódik a testvéreknek a befektetéséhez, vagy munkájához, akkor bechöj nöjtöbb a pisnáim, az elsőszülött ebben az értéknövekedésben is duplán veszi, vagy ebből az értéknövekedésből is duplán veszi ki a részét. Azt mondja a Talmud, hástamuk keresztumusz kereszt, de lábdususz, de marad didó, kájma, a Márta sakil, rajja be, áfolmi baja. Szerintem, mi szükség van mondani ezt a két példát? Ha egyszer a Brájta már mondja, hogy egy olyan esetben, amikor valakinél idege, valamilyen idegennél volt bérbeadva a tehén, és ott ellett, ott jött létre az értéknövekedés, akkor dupla részesedést kap a elsőszülött, akkor pláne, hogyha a legelőn legelészett, és ott ellett, akkor dupla részesedést kap. Ugye a legelőn, amikor legelészik a tehén, akkor tulajdonképpen a papa birtokán belül van a halál beálltakor, tehát akkor természetes, hogy még inkább vonatkozik rá a dupla részesedés szabálya. Mi szükség volt mondani mind a két esetet? Halkamás mellan, muh keresz, musz keresz, dumja, de roja báfar. Már roja báfar, sifkadom, mélek a haszi, mélek a haszibam, ez a ina. Át muh keresz, musz keresz, sifkadom, mélek a haszi, de roja haszibam, ez a ina. Szerintem azért volt szükséges mind a kettőt mondani, mert azt akarta ezzel hangsúlyozni a Brájta, hogy ugyanúgy, mint amikor a legelőn van az állat, akkor nem kell effektív munkát, pénzt befektetni az értéknökelésben, mert magától eszik, és igazából nem szükségeltet semmifajta extra gondozást. Ugyanígy, amikor valaki másnak a tulajdonában van, vagy nem tulajdonában, bocsánat, másnak a birtokában van, ugyancsak nem igényel extra gondoskodást, és mindezekben az esetekben részesül a dupla öröklés elvében a értéknövekedésből is az elsőszülött. Nem így abban az esetben, hogyha bármilyen módon a testvérek a halál beállta után valamilyen befektetést eszközöltek az örökölt vagyonban, és ez volt az, ami az értéknövekedést létrehozta. Mert ebben az esetben
Mert ebben az esetben nem, nem részesül a dupla örökségből. De a minden esetben, akkor mit látunk ebből? Hogy valamilyen értéknövekedés, ami magától jött létre, abból részesedik az első szülött a dupla örökség elve szerint. Kinek a véleménye ez? Mani. Azért a Talmud Rebihi. Ez nem más, mint Rebi véleménye. De Tanya, én bekönnyi te visnáim be sevach, be svach se sakkone chasszim láchár misze viem. Ahogy tanultuk egy brájtában, hogy a brájta első véleménye azt mondta, hogy az első szülött semmilyen értéknövekedésben, a halál beállta után értéknövekedésben nem részesül. Bocsánat, tehát az első szülött dupla adagja, az semmilyen módon nem érinti azt az értéknövekedést, ami a halál beállta után keletkezett. Ez az első vélemény. De Öjmér a nív, a könyvét, a pistám, és versavakon, a haszom, láhám, és a szíjem. Ával öjbe sevak, és bihúj, és szőmim, láhám, és a szíjem. És erre jött Rebi, és azt mondta, hogy nem, ez nincs így. Bizonyos értéknövekedésből igenis részesül az első szülött, és bizonyos értéknövekedésből nem. Abból az értéknövekedésből, ami, ami magától jött létre, abból részesül, dupla adaggal, abból az értéknövekedésből, ami nem magától jött létre, hanem a árvák befektetése révén, abból nem részesül. Jörsú stárkhaiv bőhőnői töpisnáj. Például, hogyha egy megyünk tovább, és Rebi tovább részletezi a véleményét, és azt mondja, hogy például, hogyha örököltek egy követelést, egy váltót, ami egy követelést, egy behajtható követelést tartalmaz, akkor annak is része a dupla felosztás elve, azt is a dupla adagba, adag szerint kell felosztani. De ugyanígy folytatja a Brájt, és azt mondja, hogy Jocal Lémstárkhoj, hogy ne iszem pisnál. Hogyha valamilyen követelés az árvák felé lép fel, akkor viszont az elsőszülött duplán is kell, hogy adjon. Ha duplán örököl, akkor azt is jelenti, hogyha valamilyen kötelezettség lép föl az örökséggel szemben, akkor abból is duplán kell, hogy adjon. Vim ammár ényi nöjszein, ve ényi nöjtől, rásáj, de mondhatja azt az elsőszülött, hogy jó, én inkább nem akarok duplán részesedni az örökségben, és a kötelezettségekből sem akarok duplán fizetni, vagy azok felé sem akarok duplán fizetni, akkor joga van ezt mondani. Mindenesetre mit látunk, hogy a bölcsek és Rebi véleménye abban különbözik, hogy a bölcsek szerint semmilyen értéknövekedésből nem részesül duplán az elsőszülött. Rebi véleménye, és ez volt az a vélemény, ami amit a Brájta is képviselt, amivel indítottuk a mai óránkat. Rebi azon az állásponton van, hogy de, igenis részesül értéknövekedésből az elsőszülött, a dupla elv alapján, akkor, hogyha az az értéknövekedés magától jött létre. De ha nem magától jött létre, akkor egyetért a bölcsökkel, hogy nem. Azt kérdezi a Talmud, Májtáj, Májudra, Banan. Mi az alapja a bölcsek véleményének? Miért mondják azt a bölcsek, hogy nem részesül az értéknövekedésben egyáltalán az első szült? Amekra a lasszészlai pisnáim, ma tanak hárerek mannam, ma tanak ádemateli adé, apachére ádemateli adé. A bölcsek ezt a Tóra megfogalmazására vezetik vissza, ugyanis a Tóra azt mondja, mert az első szültöt ismerje, az apja, ismerje el az apa, lasszész löjpisnáim, hogy adjon neki dupla szerint. Adjon neki. Az adjon neki, az ugyanaz a szó, mint az ajándék. Az ajándékot mikor adhat valaki,
hogyha már az a birtokában van. Valamit, ami még nincs a birtokomban, nem ajándékozhatok. Tehát az elsőszülötti rész, dupla rész, akkor adható, ha az már nálam van. A halál pillanatában, ha az a örökítő birtokában van, a halál pillanatában. De ha még nincs a birtokában, mert egy értéknövekedésként a halál beállta után jön létre, akkor nem. Rebi Jaimer, Amek Ra, Pisnáim, Mák is helleg bechére, lehelleg pasod, már helleg pasod, áfagám de lej matelé ad, áfagám de lej matelé ad. Rebi pedig azt mondja, hogy nem, ez ő nem ért egyet. Szerinte, amikor a szöveg azt mondja, lasszés laj pisnáim, hogy az első szöltöt el kell ismerni, adni neki kétszeres adagot, a pisnáim a kétszeresét, minek a kétszeresét, ugye a normál örökségnek a kétszeresét. Tehát akkor a normál örökséghez hasonlítja a Tóra szövege az elsőszülötti dupla részt. Ugyanúgy, ahogy a normál örökség magában foglalja a még nem a örökítő birtokában lévő, hanem a halál beállta után megjelenő értéknövekedést, ugyanígy a dupla adag szempontjából is a még a birtokában nem lévő, csak később megjelenő értéknövekedés ugyanúgy vonatkozik. Rabban namiak szív pisnáj. Mit fognak erre mondani a bölcsek? Tényleg írva van, hogy a kétszeresét, tehát összeköti a dupla adagot a sima adaggal. Ha hú le mész felé áhad mitzrele. Azt mondja, Talmud, ők teljesen más tanulnak ebből. De azt tanulják, hogyha az egyik örökösnek van egy mondjuk egy területe, és az örökség pont ennek a területnek a határán van, akkor lehet olyan kérése, és ezt akceptálni kell, hogy az ő része, az örökségből kapott rész, az az ő területe melletti közvetlen része legyen, mert így akkor egy nagy területté válik, az ő már meglévő része az örökségből kapott része, és ez egy előny a számára. Ezt jelenti, hogy hogy a dupla részt hasonlítjuk az egyszerű részhez, ahogy az egyszerű résznél ez igaz, ugyanúgy a dupla rész szempontjából is, a dupla részt külön kérheti az elsőszülött, hogy a közvetlen határában legyen az ő már meglévő részének, ahhoz, hogy ez egybefüggő legyen. Illetve gondolom azt is jelenti, hogy a kétszeres rész az egymás mellett legyen, tehát hogyha van egy föld, amit felosztanak, akkor, és ő két egységet kap be, akkor ne az, hogy az egyiket itt kapja, a másikat ott, hanem ezek egymás mellett legyenek, hogy egybefüggő részként lehessen kezelni őket. Rabbi namiak szív losszeszloj. Mit fog mondani Rabbi azzal kapcsolatban, amit ugye a bölcsek mondtak, hogy az örökség olyan, mint egy ajándék, és az ajándékot csak akkor lehet adni, hogyha az már nála van, az ajándékozónál van. Tehát ezért az örökség dupla része, ha olyan, mint az ajándék, akkor olyasmire nem kéne, hogy vonatkozzon, ami még nincs az örökítőnél a halál pillanatában, hanem csak majd értéknövekedésként fog megjelenni. A húse im amár eini noitel, veini noisein rásáj. Azt mondja, Rebi teljesen más tanul ebből a szövegből, azt tanulja, hogy ez egy ajándék, ugyanúgy, ahogy egy ajándékot nem vagy kötelező elfogadni. Ugyanígy az elsőszülött is mondhatja azt, nem akarom elfogadni az elsőszülöttségi jogon kapott dupla részt, cserébe viszont nem is akarok duplán fizetni az örökösök felé felmerülő fizetési kötelezettségekből. Amarav papa dikla ve alim, ara ve asik szirtoin, de kulámi lajn palig de sakil. De papa kertközép értelmezte, de ebbé is a bölcsek vitát. Aztán van egy kis pálmafa, ami a halál pillanatában még egy kis pálmafa volt, de aztán megnőtt. Vagy van egy föld, amelyik már megvolt a halál pillanatában, de mire szétosztják, addigra megtelik természetes tárgyával és értékesebbé válik. Akkor itt van egy értéknövekedés. Nos, ezeknek az értéknövekedések, amik teljesen maguktól jöttek, kulámilai prigi, de sakil. Senki nem vitatkozik, hogy az értéknövekedés is része a dupla felosztásnak.
Nem csak az, nem arról van szó, hogy magától jött, hanem arról is, hogy magától jött, és már látható volt, hogy meg fog történni. Tehát egy pálmafa, ami már megvolt, és most már nagyobb lett, akkor az világos, hogy az meg fog történni. Az látható. Ugye a föld látható, hogy ott termékenyebb lesz. Akkor ebben nincs vita a bölcsek és rabbi között. Kipligi, bechafura, behave suvli, slufufi, behave tamri. Olyan értéknövekedésről viszont már van vita, amikor nem látható még a halál pillanatában az a csíra, amiből majd az értéknövekedés lesz. Tehát például valaki elültet egy magot, és az még nem látható, és aztán az kinő, vagy virágzik a fa, de még nincsenek meg azok a csírák, amiből majd a gyümölcs lesz, hanem csak a virágok, akkor ezek olyan változások az értéknövekedés folyamatában, amelyek nem voltak láthatóak a halál pillanatán beálltakor, és ezért már szavár sifchadon meila, már szavár istani, ezért Rebbi azt mondja, hogy ekkor is ez egy teljesen magától létrejött értéknövekedés, és ezért ebből is kiveszi a részét az elsőszülött. Bölcsek azt mondják viszont, hogy nem, itt egy valós változásról, egy látható változásról van szó, és egy olyan változás, ami a halál után állt be, abban nem részesül dupla adaggal az elsőszülött. Azt mondta a Rebbi Chia, mi a halaká? Most, hogyha valaki Rebbi véleménye szerint járt el, és részesítette az elsőszülött örököst a dupla adagból, ilyen esetben, akkor ha már így alakult, akkor az elfogadható, de ha úgy járt el, mint a bölcsek, az is elfogadható. Mert szápkele ihe a lakike Rebbi mechaveiroi, löj mechaveirov, olyan lakha krebi mechaveiroi, vár filu mechaveirov. Miért mondta, hogy mind a kettő elfogadható? De nem volt benne biztos, hogy a halaká Rebbit követi el, vagy sem. Mert van egy mondás. A mondás úgy szól, hogy amit Érvény traktátusban tanultunk, hogy ha vita van Rebbi és a társai között, akkor az mindig Rebbinek van igaza, a Rebbit követi halaká. És az a kérdés, hogy ez a mondás az egyes számban, vagy többes számban hangzott el. Rebbi mechaveiroi, vagy Rebbi mechaveirov. Az a kérdés, hogy Rebbi és a társai, ha vitatkoznak, akkor halaká Rebbit követi. Tehát hiába többen vannak azok, akik vitatkoznak vele, mint például itt is. A halaká akkor is Rebbit követi, vagy nem. A mondás csak arra vonatkozott, hogy a Rebbi és egy társa. Akkor ez esetben erre a mi esetünkre nem vonatkozik, hiszen itt a bölcsek vitatkoztak Rebbivel, és nem biztos benne, hogy milyen módon hangzott el ez a mondás, és ezért nem biztos benne, bizonytalan benne, hogy a mi esetünkben a halaká kit követi. Kit követ? Amirab nachman amir rav, asszul lászasz kedivre Rebbi, mikor szavár a lakzik, Rebbi chavérem, Rebbi chavérov. Rav nachman azt mondta Rav nevében, hogy szerinte ebben az esetben nem Rebbi szerint kell eljárni. Miért? Mert ő azon az ásponton volt, hogy a mondás úgy hangzott, hogy Rebbi, ha egy társával vitatkozik, akkor Rebbit követi halaká. Tehát itt nem. Rav Nachman ideje már mutalászik Rebbi, Rebbi, a szavár, ha lakak, Rebbi, ha vérav, a film, ha vérav. Rav Nachman viszont azt mondta, nem, szerintem igenis Rebbi szerint kell eljárni. Miért? Mert szerintem a mondás úgy hangzott, hogy ha Rebbi vitatkozik a társaival, tehát többes számban, akkor is őt követi halaká, tehát itt is, akkor őt követi halaká. Amar Rave, asszul, lászik Rebbi, Rebbi, vim, asszul, a szavár, matinit már. A Rava pedig azon az ásponton van, hogy alapból nem Rebbi véleményét kell követni itt ebben az esetben, de mégis őt követte, akkor az utólag elfogadható. És miért? Mert az az ásponton volt, hogyha Rebbi egy valakivel vitatkozik, akkor Rebbit követi halaká, ha több mindenkivel vitatkozik, akkor a többiek irányába kell igyekezni a halakát meghatározni, de hát, hogyha végülis nem így határozta meg, akkor az is elfogadható. Tani Rav Nachman, Sár Szifrét Vérav, Hőla Seri Macellai,
Prát le svács és bihu jörsin áhá misze vejem. És ugyanre a vitának a kapcsán van egy brájta, amelyik Ráv könyvtárában volt felelhető, ami a következőt mondta. A szöveg úgy szól a Tórában, hogy kétszeres dupla adagot kapjon az elsőszülött, de hajla sernyi macellai mindenben, ami találtatik neki, már mint az apának, aki örökíti a vagyonát a gyermekeire. Prátlesek se, hogy Sisbiku jön Silachem Szavén, és a Brájta azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy mindennek, ami találtatik, tehát nem arra az értéknövekedésre, amelyet az örökösök a halál beállta után eredményeztek a vagyonban. Ával se vaksa savkone haszunláchem is a szívém, sáki. De akkor ezek szerint olyasmi, ami magától lett értéknövekedésre, magától jött létre, abban igenis dupla részt vesz az első szülött. Mani, Rebihi. És kinek a véleménye ez? Rebihi. Tani, Rebihi, Hamu, Sár, Szintzeni, Ráv, vagy Hölyes, Sem, Vasszal, Frát, és Vásra, Fon, Haszul, Ákham, és Szövényem. Kozsgén, Sár, és Bihu, Jössal, Ákham, és Szövényem, Dilla, és Sakil. Mani, Reb, Bananhi. Mások azt mondják, hogy ez nem így van, hanem ebben a brájtában úgy szerepel a szöveg, úgy szerepelt a szöveg, hogy a dupla adagot kell adni mindenben, amit találtatik neki már, mint annak, aki az örökséget hátrahagyja, kivéve azokat a dolgokat, amelyek értéknövekedéssel jöttek létre. Tehát nincs benne az, hogy kivéve azokat, amelyek a örökösök által értéknövekedésként jöttek létre, hanem bármilyen értéknövekedés. Kolskén, Svársa és Bihonyos, Ákhazmesz, Vémdéla is, aki ezek szerint pláne, hogy olyan értéknövekedés, ami tudatosan az örökösök által jött létre, és akkor ez Hitknek a véleményét képviseli, ez a Brájter, a Bananhi, akkor ez a bölcsek véleményét képviseli. Oké. Tehát akkor eddig, most miről volt szó, hogy a dupla részben részesül az elsőszülött, ez vonatkozik-e az értéknövekedésre vagy sem, azt mondtuk, hogy Rebbi szerint arra az értéknövekedésre is vonatkozik, amely magától jött létre, de arra nem, ami tudatosan a többi örökös munkája által történt. A bölcsök pedig azt mondják, hogy egyáltalán nem vonatkozik az értéknövekedésre. Amar vidámas Smuel, én bechernőjt a pisnájban nyilva. Most ugye továbbra is a következő hátrévő részben is a elsőszülött dupla adagjáról lesz szó. Smuel nevében azt mondta, hogy Huda, az elsőszülött a hitel, tehát a kölcsön, amit a követelés, amit megörökölnek, abból nem kap duplát. Lemán. Illem el a banan hásta sávkha, de isze vörös huszej, amdira banan, lő sakil, gyűlöl a baj. Kinek a véleményé belül mondta ezt, amit mondott? Ugye a bölcsek azt mondták, hogy még az értéknövekedésből sem részesül dupla adaggal, pedig az értéknövekedés egy olyan dologban jön létre, ami a birtokán belül van. Akkor pláne, hogy a hitel, ami ugye nincs a birtokán belül, a követelés, az nincs a birtokán belül, akkor pláne, hogy nem részesül dupla adaggal, akkor előleg ez a mondás, ez a Rebi véleményén belül. Ve el a hadet tányai orsustár haj, Hőn nőtel kisnáim, bén milva, bén belvisz. Máni, hogy Rebi van. De várunk, hogy csak Rebi véleményén belül azt mondjuk, hogy Rebi szerint ugyanaz értéknövekedésből részesül, de a duplán, de a követelésből nem. Akkor van egy problémánk, mert van egy brájta, amelyik azt mondja, hogy a követelésből igenis részesül duplán az elsőszülött, sőt, nem csak a követelésből, hanem a követelés kamatjából is. Akkor ez sem Rebi, sem a bölcsek véleménye nem képviseli ez a brájta, tehát problémánk van. Lőlam, lerabban, iszrik, szákadájtok, ha minden a művel, kimedjen a kis tarak, kemányi gávé, dami, akkor más mondan, azt mondja, nem tudod mit? Mondjuk azt, hogy ez a mondás, ez mégiscsak a bölcsek nevében hangzott. A bölcsek azt mondták, hogy sem az értéknövekedésből nem részesül duplán a elsőszült, sem a hitel követeléséből. Miért kellett mondani hitelkövetelését külön? Mert van egy olyan mondás, hogy a követelést végrehajtható szerződés vagy váltó
birtoklása az olyan erős, mintha már a kezemben lenne a követelés tárgya, és azért azt gondolhattam volna, hogy ezért ez olyasmi, amivel mégiscsak részesül duplán a elsőször, és ezért kell hangsúlyozni, hogy nem, ebből sem részesül duplán. Revi szerint viszont részesül a elsőszört a értéknövekedésből, hogyha az nem egy kifejezett befektetés által, hanem magától jött létre, és ugyanígy részesül a hitel követeléséből is. Salkomi tam, bechernei tapistányban nyilva, abelébedi visz. Izraelből viszont egy olyan mondást küldtek Babiloniában, hogy a követelésből részesül duplán az elsőszört, de nem a követeléshez tartozó kamatból. Lemám, illém a lelában, hássa sírkadészéből és uszéj, amire banan lő és sakir. Mi van, mi baj? De kinek a véleménye szerint, vagy az, kinek a véleményén belül mondták ezt? Nyilván nem a bölcsek véleményén belül, mert ők azt mondták, hogy még az értéknövekedésből sem részesül semmilyen módon az elsőszört. Akkor pláne a hitel követeléséből, ami még nincs is a birtokunkban, amikor a halál beáll. Ela, Rebi. Ule Rebi be ribisz laj, ha tányi Rebi jön, bőrkön, itt a pisnál, bőrkön, bőrkön, bőrkön. Akkor ki, mi maradt, hogy esetleg ez Rebi véleményet képvisel. A probléma az az, hogy azt mondtuk, hogy Rebi vélemény szerint nem csak a követelésből, hanem a követeléshez tartozó kamatból is részesül. Ebben az Izraelből érkezett üzenetben pedig úgy szerepelt, hogy csak a követelésből, de nem a követeléshez tartozó kamatból. Lajlamra banani. Milva kemánd gábjadám. Aztán a Talmud végül is tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a bölcsek véleményét képviseli ez, és a bölcsek mire mondták, hogy nem részesül duplán a követelésből az elsőszült örökös, a követelésnek a kamatjával. A követelésből magából ők is egyet értenek. Miért? Mert mégiscsak azt a véleményét képviselik, hogy a követelést behajtható váltó, vagy szerződés, ez egy olyan erős pozíció, mint hogyha már a kezünkben lenne maga a követelés tárgya. Tehát akkor összefoglalva. A bölcsek azt mondják, nézzük először az értéknövekedést. Az értéknövekedésben a bölcsek azt mondják, hogy semmilyen módon nem részesül duplán a elsőszülött. Rebi azt mondja, hogy abban az esetben duplán részesül az elsőszülött, hogyha magától jött létre az értéknövekedés. Ha a testvérek befektetése révén jött létre, akkor nem. A hitelkövetelés. Revi azt mondja, hogy a hitelkövetelésből is duplán részesül az elsőszült, és a hitelkövetelésből tartozó kamatból is. A bölcsek azt mondják, itt már két álláspont van, hogy mit mondtak a bölcsek, vagy azt, hogy nem részesül az elsőszült duplán egyáltalán a hitelkövetelésből, sem pedig a követeléshez tartozó kamatból, vagy pedig a bölcsek azt mondták, hogy a követelésből duplán részesül az elsőszülött, de a követeléshez tartozó kamatból nem. Ha fölmerülne bennetek, hogy hogyan ide a kamat, amikor hosszan tanultuk, hogy egy hitelhez tilos kamatot rendelni, a válasz erre az, hogy ugye tanultuk, hogy ez csak a közösségen belül tilos. Tehát, hogyha ez egy olyan követelés, ami egy nem zsidó vallású személy felé áll fenn, akkor ott fölmerülhet a kamat. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este a Sábesz kimenetele után folytatjuk rendületlenül. Addig is mindenkinek kívánok egy gyönyörű szombatot, Shabbat Shalom, Good Sábesz, jó szombatot, és jó hónapot.